Na, hello mindenkinek! Szóval egy olyan szituációt csinálok most. A előző videóban említettem. Bocsánat, csak Kervin szöveggel közben. Ugye, hogy van ez a három lerakós svájci, és a vége Genf. Na szóval itt vagyok Genfbe. Hát még nem. Úgyhogy itt a városon keresztül kellene menni a lerakóra. És az a belvárosban van bent a lerakó. Nem sok, mert már tényleg csak 7 paletta az egész, és egy fél órás pihenőbe ki is jön. Ez a manőverem. Viszont annyit szeretnék mondani, hogy ugye néha az embernek, a sofőröknek el kell hagyni a komfortzónáját, a biztonságot nyújtó autópályát, ami úgy nyújt biztonságot, ugye, hogy nem nagyon kell gondolkozni, csak előre fele kell menni, meg esetleg a táblákat figyelni. Na viszont szerettem volna azt, hogyha tényleg a városon keresztül tudom ezt megcsinálni, de hát sajnos Genfről beszélek, ugye, egy világvárosról, és hát itt is elég szép nagy dugók vannak. Most egy meg kell kerüljem tulajdonképpen Genfet, francia oldal felől fogom megtámadni a lerakót, ugyanis ezzel a ezzel a 8 kilométeres kerülővel együtt is egy fél órával hamarabb érek oda, mintha a városon keresztül mennék, akkor a dugó van bent a városba, úgyhogy azt inkább kihagyom, mert az időm is véges, 1 óra 11 perc maradt még a 4,5-ből. Úgyhogy én úgy terveztem most ez az egészet, hogy szövegelni nem nagyon fogok. Koncentrálok inkább a feladatra. Hát így tulajdonképpen meg kell bízzak a navigációba, meg a szemembe, hogy mit csinálunk, meg hogy csináljuk, mert igen, ismételten csak ismeretlen terület. Úgyhogy kezd összeszorulni a torkom, ahogy azt illik. Pál Expo, Genève. Tudjuk, a Pál Expo alatt most megyek el. A repülőtér itt van jobb oldalt. Úgyhogy egy kicsit kerülőt iktatok bele ebbe a történetbe. Amúgy itt kellett volna majd nem sokára lemenni, és átcsartatni itt a városon. Így viszont a maradék 18 kilométerből hát egy a felét, az tulajdonképpen autópálya jellegű úton fogom tölteni. Legalábbis megpróbálom. Viszont ahogy mondani szoktuk, az utolsó 5 kilométer mindig a legszarabb. Hát most is így lesz. Az utolsó 5-6-7 kilométer lesz a legszodarabb ebből az egészből. Úgyhogy ha nem haragszatok, csak tényleg ritkán fogok beszélni, hogyha nagyon muszáj, esetleg káromkodni, vagy valami ilyesmi. De megpróbálom mellőzni ezt a káromkodást. Lett volna még egy másik alternatíva is, viszont olyan kacskaringós a városon belül, hogy nem vállaltam be. Azt már tényleg nem. Tehát ezzel az autóval biztos nem megyek arra, hogy ki tudja milyen útviszonyok, meg ugye házak között, kocsik között nem nagyon akarok randalírozni. Úgyhogy a idézőjelben kisebbik rosszat választottam, azt majd aztán majd kiderül, hogy mennyire lesz rossz.
fordítva már ki van írva, tehát a francia határ 10 km, most én addig nem fogok elmenni, mert előtte elcsapom majd balra. És elméletileg ezzel a 8 km-es kerülővel is hamarabb érek a lerakóra, mint ahogy a városon keresztül mennék. De aztán majd kiderül, hogy mit kell még érte tenni. Mert így is kacskaringós viszont. Tehát így se a legtökéletesebb. Ez meg 2 km alagút. Úgyhogy most csak egy ilyen tulajdonképpen POV Drive videó lesz. Az a Genfi manő. Bocsánat, ezt fel kell vegyem. Halló! Ja, halló! Shopmaker, Josef Leib, halló! Servus! Ich bin in Genf! Ja, super, das ist sehr schön. Der Herr Niklas hat mich schon angerufen. Und? Von LMV. Er hat gesagt, dass Sie 30 Kilometer vor Genf sind. Im Moment. Ich? Nein, ich bin hier in Genf. Ja, also Sie sind jetzt bereits in Genf. Ja, ungefähr 20 Minuten und in der Abladestelle gehen. Ja, Sie, das ist ja perfekt, das läuft sehr gut. Also die Madame Gosbach habe ich informiert. Und es ist eine Person dort, die hilft abladen Ihnen. Jo, super, tipptopp. Okay. Genau, das ist an der Adresse. Und sonst gehen Sie in den Laden rein und dann sagen Sie, mit dem Fahrzeug hinstellen, weil Stadt kennen Sie, ist immer ein bisschen problematisch. Ne? Ja, ist okay. Meine Kollegin auch rufen, diese Jungfrau. Und ich probiere nach zusammensprechen diese Jungfrau, aber meine Französisch ja, ganz wenig, Englisch little bit. Ja, und ist kein Problem. Meine die Leo. Bitte? Die Frau Gosbach war bis 14 Uhr war sie vor Ort. Ich habe jetzt gesagt, es geht ein bisschen länger, aber sie hat gesagt, es ist jemand da, der Ihnen hilft abzuladen. Jo, okay, tipptopp. Super, dann wünsche ich gute Fahrt. Danke. Telefon, ne? Danke. Danke, ciao. Ciao. Szóval, bocsánat, de a történethez hozzá tartozik, hogy ez a bácsi, akivel most beszéltem, ennek három lerakós manővernek a koordinátora. Ő svájci. Reggel nála voltam. És ezt tegnap én megkaptam ezt a telefonszámot, hogy majd vele kell kontaktoljak, viszont ezt nem tudtam, hogy ő ennek az egésznek a mindene. Hogy ő irányítja, ő szervezi ezt az egészet. És ugye, mivel felhívtam, tehát tudja a telefonszámomat, és reggel ugye találkoztunk, beszéltünk, leszettük, ami az övé volt, tehát ami oda kellett az első lerakóra, és informált a továbbiakról, hogy hogy kell. Most azért érdeklődött, ugye, hogy körülbelül merre vagyok, mert neki azt az információt adta valaki, nem tudom, hogy ki, hogy én még körülbelül 30 kilométerre vagyok, hát az nagyjából majdnem riktig, majdnem stimmel. És ezt a kontaktpersont, ezt a hölgyet, aki itt van, én próbáltam vele napközben beszélni, na most egyszer sikerült is felhívjam, viszont az a baj, hogy a hölgy nem beszél németül. Francia, ugye itt Genfben a francia divat, itt úgy beszélnek, vagy angol. Hát nekem az angol nyelvtudásom az gyakorlatilag nulla, a francia meg még annyi se. Nekem abba kimerült a francia beszélgetés, hogy bonjour madame, je suis Zoltán. Tehát ennyi volt, utána megkérdeztem, hogy beszél a németül, közölte, hogy nem. Francia vagy angol. Hát akkor egy kicsit elgagyogtam neki angolul, amennyit bírtam, hogy mit is akarok én tőle. De a lényeg, hogy a cégnél volt, hál' Istennek segítség, egy kollégina fölhívta, aki nagyon jól beszél németül, angolul, beszéltek, megbeszéltek mindent, megmondta, hogy mikorra fogok körülbelül odaérni, meg hogy hova kell menni pontosan, hogy ott szednek el, nem-e máshol, mert tényleg ez a belvárosban van.
Úgyhogy ez az info. Azért hívott most az úriember, hogy ő is pontosítsa, és én majd jelzem neki, hogyha végeztünk, hogy minden kerek, minden oké, okay, legalábbis remélem, hogy sikerülni fog ezt manővert végrehajtani. Traille, 1000 méter, itt kell lemenjek. Trevo, 16-os. Felé. Na úgyhogy bocsánat, hogy felvettem, meg Marcát, meg kinyomtam, de ezt a telefont vártam, mert meg még mindenféleképpen kontaktolni kell, tehát sajnos csak így lehet most. Kicsit körülményes, tudom, de ez van. Na, még elvileg 15 perc és ott vagyok, viszont mostantól lesz érdekes a dolog. Úgyhogy nézzük. 500 méter, hát itt ugye már a fene tudja, porc, franc, fogalmam sincs, nem tudom, én maradok. Itt egyelőre még egy sávot, vagyis hát remélem itt kell lejönni. Baloldali sáv, akkor egyel vissza kell soroljak, ja. Egyel vissza kell soroljak. Hello! Nézd meg, és megy az irányjelző, és nem engedne be a süket. Mert én balfasz voltam, és akkor már, hát na, semmi gond. Nem baj, bátyja. Na, ezt mondom, tehát megy az irányjelző, de nem segítene egyik se, csak nyugodtan jön mellett egy 80-nal, meg 70-nel, meg akár mennyivel is. Na mindegy. Közben még az eső is elkezdett esni. Sok alagút lesz itt az elején. Itt nagyon sok van. Úgyhogy nem is rohanok sehova. Azt senki nem mondta, hogy rohanni kell vele. Hanem megpróbálom biztonságosra venni ezt a dolgot. Úgyhogy bocsánat, ha nagyon rángatom a fejem, de nagyon figyelek. Jó, nyilván a helybeliek hagyd menjenek, nem érdekel. Különösebben. Meg még a szemem is fáj, hál' Isten, neki van száradva nagyon. Aki nagyon akar, az előzzön meg, nem érdekel, nem fogok rohanni. Minden előjön hirtelen. Belenyilalt ide a bal vállam alá. Na, ez a hármas kijárat volt, aha. Ott már tiltás, 2-8-as tiltás volt a 3-as kijáraton, ez a 2-es kijárat. Karús! Na, jó helyen vagyok. Nincs is annyi. Negyedik. Na mindegy, nyomunk egy irányjelzőt, hogy mi balra fogok menni. Na simán bejönnek melléd, itt is.
büdös vagy. Még 5 kilométer. Azt meg egy... mi ez? Maserati. Az mi? Nem, Jaguar. Ó, de jó, hogy rámbált a lámpa, mire elindulnak. Hát teherautók mennek itt, úgyhogy nem tudom. Na, azért tényleg figyelni kell. Grand Lancy. Nagy Lancy. Az engem nem érdekel, egyenesen megyek. 28 tonna. Úgyhogy szép lassan végig csörömpölöm ezt a maradék 5 kilométert. Rátekintek a navira, mit is akar. Na, látod? Kacifántos egy kicsit. Karús, hospitál. Jönnek itt el kávék, persze, tehát nem, tudom, hogy nem kell bekakálni, értem én, csak ugye én nem vagyok helybeli. Meg pláne nem értem a kiegészítő jelzéseket, ugye franciául vannak írva, hogy mit is akarnak azok jelenteni. Tehát na, úgyhogy tulajdonképpen meg vagyok lőve, csak a szememre, meg a navigációra tudok hagyatkozni, semmi másra. Hogyha esetleg valami gáz lenne. De majd kiderül. Reméljük, nem lesz semmi baj. Látod, ott is állnak bent LKV-k, tehát van itt valami transport, valami, akármi, itt a vasútállomásnál. Ja, meg villamosin is lesz majd a lerakónál még ráadásul, tehát még nehogy egyszerű legyen a dolog. Vált a lámpa. Karús. Gyorsan át. Miért nem mehetek én egyenesen vajon? Miért kell belemenni az alagútba? Egyenesen. És utána körforgó, körforgó. És az ugyanoda hozna vissza. Tehát, vagy ez mi itten most? Hát én nem tudom. Na mindegy. Nem akar rá tervezni, hogy egyenesen, de majd megmondja, ha esetleg tiltás lenne. Mert ott mintha lenne valami tábla. Ott elől.
Miért nem kötött pályára mentem én dolgozni? Most úgy komolyan. Hanem egyszerűbb volna. Tólig. Nincs dugó. Mondjuk ugyanúgy figyelni kell a villamosnál is. Meg csak szembe jön a HP Trans. De látod, ő se hosszú. Én hosszú vagyok, tehát az a baj. Megnézzük, hogy van-e valami tiltás erre. Carouge Center felé kellene menni. Genève Hospital. És itt a főúrvonalat követve. Nem látok tiltást előre egyenesen, de... A fene tudja. Lehet, hogy később lenne, vagy 500 méter múlva egy, mit tudom én, egy 10 méteres hosszúsági valami. Elmegyünk jobbra. Eddig jó. Megint egy gyalogút. Hát ti hova mentek hát? Jó sötét van itt az alagútban. Itt nincs olyan fajn világítás, mint ahogy szokott lenni. Három és fél kilométer. Még. Nézegetem a felüljárókat, és nagy felakadjak valahova, mert az senkinek sem lesz jó. Nekem meg pláne nem. Itt lehet, el lehetett volna menni balra. Ah, be a városba. Itt is, na mindegy. És is kerülünk egy picit. Amíg LKV-t látok, addig olyan nagy gáz nincs, tehát... Ha jön szembe, vagy valami az, vagy betonkeverő, holcimes valami. Rue de Vivery. Akkor gondolom, mit kellene balra fordulni. És utána meg visszafordulni. Oda a másik utcába. Persze, persze, csak nyugodtan menjen a sor mellett, nyugodtan, majd valaki lesz, aki beenged. Tavárisz. De akkor menjünk öcsém, mert rá vált a lámpa. Kilométer még. Anyám, és várj, majd innen ki is kell majd menni. Ja, meg mondta a bátyja, hogy négyig vannak. Hát... Úgyhogy addig oda kell érni mindenféleképpen, hát negyed négyre hozza az érkezést. Tizenhétre egész pontosan. Most van 15-8. Taxi. Most jó nagy évet kéne valahogy fogni. Hogy ott el is forduljon abba a
kockásba. Mellettem nem jön senki. Jó. És itt pedig megint balra. Mehetünk bátya biciklivel. Tessék tekerni neki, úgy. Jó, befordul. Szépen nyugodtan. 60-os tábla van, de nem nagyon érdekel. Figyelni kell mindenre is. Az igen? Én vagyok a busz. Ecole, iskola. 200 méter múlva. Hát ezt megkerültem itt, ezt a tömböt, de hogy minek tervezett ide, fogalmam sincs, el lehetett volna menni a marra is. Na mindegy. Forduljon jobbra, majd a körforgalomnál térjen jobbra. Szerintem nem látok tiltást itt szembe. Szerintem arra is el lehetett volna jönni, de most már mindegy. Na erre jöttem, ez nem volt semmi ez a... pár méter. Csak ugye ezt mondom, tehát jobbról autó, balról biciklis, vagyis hát fordítva, balról biciklis, jobbról autó. Gyalogosok, meg minden. Itt ugye meg ki kell engedni a szekeret, ameddig csak bírod. Azt láttam viszont, hogy ADR-rel már ide nem lehet bejönni. Pillanatra látod ott a tábla előttem. Már a Boton barátom megszívná magát. A vízre veszélyessel. Itt meg jobbos. Jó, meg van dagadva ez a folyó is. Tű, anyám! Be se fér az autó, komolyan mondom. Hát jó, most nekem mindenki elsőbséget is ad. Itt is Ecole, oskola. Másfél kilométer. Még. Ennek a tömnek a másik oldalán van a lerakó. Hát ez mi a szar? Troli? Az. Hogy mi ez? Busz? Nem, trolli, csak nem villanyról megy, hanem batériáról. Haha. Csak jön itt szembe a kávé, úgyhogy meg lehet ezt oldani. Mehetünk. Hogy a szaggatott vonalú kerékpárútra nyugodtan feltelted az autót, mivel látod, nem igen férnénk el máshogy. Mielőtt bárki belekötne, hogy kerékpárúton, bicikliúton nem közlekedünk, miért ne közlekednénk, ha nincs más, hát ez nem fér el akárhol. Itt viszont egy kicsit agyalni kell, mert itt meg tényleg nem fogunk így elférni. Várom, még szépen eljönnek. Gyere! Gyere, kama! Te itthon vagy.
Vágjál nekem utat! Nézem, mert vigyegeltem a tükröt is, mert a biciklisek amúgy simán feljönnek melléd. És ugye menet közben elég szar észrevenni őket. Kinek van itt elsőbsége? Remélem nekem. Nem baj testvér, majd elengedlek, nyugi! Na, ő viszont már tényleg, itt nekem volt elsőbségem, és látod, elém jött simán. Itt meg dobni kell egy jobb poszt. Anyám! Forduljon jobbra! Hát itt nincs mese. Látod, ezt mondom. Úgy, egy gaj. Biciklis nem jön, gyalogos jön, de az most nem érdekel. Nekem zöld. Ugye, az lesz a legjobb, hogy itt meg le lesz zárva ezért, az út. Nekem még mindig zöld. Átad a motorost? Jött volna befele. De vágod, innen ki is kell majd jönni. És akkor megkeressük a Baustellét, a Migroszt. Azt mondták, hogy itt van nekik egy kialakított LKV parkoló. Ott már ott a Baustelle. Úgyhogy most fognak nekem örülni, ha kirakom a vészvillagót. Ha-ha, de nem érdekel. Itt a Migrosz, és hol az LKV? Megjöttem. Ide jönnék. Taxis bátyát el kellett küldeni, hát ez van. Ez az LKV parkoló? Hát ez szuper. Hát egy kicsit le tudom húzni, de aj, nagyon nem. Megérkezett az úti célhoz. Ennyi. Sehova többet. Na. Oké, már integetnek. Meg vagyunk.